Fodor? Simon Kapinditást? Röviden fejlik ki. Vukovic gólhelyzetben. Dohot. Szépen védett a Diós Gyuri kapus. Jön a szöglet befelé, még ebből az akcióból. Egy előrevágott labda, Diós Gyuri akció indulhatna. Adzsájev teszi Parhomenkónak. Tovább mehet vele. Jól keresztezett Simon, és indulhat az ellentámadás. Lukovics emel be, Cigán, és 1-0. Lipcsei labdájával Vukovics egy mintaszerű beadás, a jól helyezkedő és egyedül hagyott Cigán biztosan fejelhet a hálóba. 27. perc, 1-0 a Ferencváros javára. Simon szabadrugása jön előre, Budai szerzi meg, Cigán becsúszik, ezzel megrúgja Budait, aki törleszt. Menne a labdával, de Piller játékvezető Hartmann jelzésére odafut a partjelzőhöz, és megkérdezi, mi történt. Ő meg igazán közelről láthatta az eseményeket, és ennek alapján Budai Tibornak ki kell állnia. Fodor Simon a labda útja, Cigán a hátrafutó Dancs lábát érintve kerül a kapus felé, Dohot jelzi is, hogy hagyják, majd ő fölveszi, és ebben a pillanatban a beintésre, Vukovics beintésére megszólal a síp, és hazaadásnak minősül. Nos, ez lám határeset. Érdemes volt megnéznünk, hiszen semmi tudatosság nem volt ebben, egész egyszerűen a hátrafutó játékos szerelni akar. A közvetett szabadrugás, mint látták, elhárította a diósgyőri védelem. Simon gyertyája után pattog a ferencvárosi kapu előtt a labda. Adzsájev, Molnár lő kapufát végül. Lipcsei indít, Fodoré a labda, a csereként beállt Baloggal vált. Nagyon jól. Balog szépen teszi előre, Vukovics közelről. 2-0. Szép gól volt, Balog ügyesen adta be, és csak épp a kapus mellé terelte a labdát Vukovics, nem is tudni mennyi a tudatosság benne, minden esetre pontosan a túlsó sarokba. 2-0. 2 perccel később Molnár szöglete jön be, Csizi fejel kapufát, és végül a csapatkapitány Leskó góljával 2-1. Adzsájevről pattan le a labda, és Leskó jó helyütt állt. Páling, Cigán, Vukovics közelről a kapufát. 76. perc, Szenes szöglete. Balogról pattam Vukovics elé, és most már nem hibázott. 3-1. Nézzük még egyszer, a három fölugró közül inkább egy diósgyőriről pattant oda, mintsem Balogról, és rosszabb helyzetből, mint az előbb a kapufánál, Vukovics betalál. 3-1-re vezette át a Ferencváros. Ez a 83. perc. Simon küld előre pontatlanul egy labdát, aztán Bém megrúgja őt, ő visszarúg, Simoné a piros, Bémé a sárga, így tesz igazságot Piller, és íme